hajhullás, a kopaszodás emberek millióinak életét keseríti meg. Hölgyek és urak egyaránt érintettek ebben, bár tény, hogy leginkább az erősebb nem az, akinél lényegesen látványosabb a hajkorona elvesztése. Tény az is, hogy míg a hölgyek néhány kihullott hajszál esetén azonnal igyekeznek valamilyen megoldást találni a problémára, addig mi férfiak a kopaszodást az élet természetes velejárójának tekintjük. Én mindig elpoinkodtam, elvicceltem ezt a dolgot, mert azt mondtam, hogy azért van ilyen nagy kopasz homlokom, mert Isten így csinál helyet a szép arcomnak. Götz Attila színművész, aki az elmúlt időszak bezártságát és a színházi idénykényszerű pihenőjét arra használta ki, hogy hajbeültetést végeztessen magán. Ennek pedig egyszerű oka volt. Mi lehet az ok egy férfin? Hát a hiúság természetesen. A kopaszodásról, azaz orvosi nevén alopéciáról akkor beszélünk, ha az eredeti hajmennyiség legalább 60%-a kihullik, és nem nő helyette új haj. A hajhullásnak az esetek jelentős részében genetikai okai vannak. Az alap, ami androgén férfias jellegű, annak van egy kinézete alapvetően, van egy adott jellege, vagy a háromszögek, vagy a forgó, vagy mindkettő, ezt így osztályozzuk is egy adott skála alapján. Ami ettől eltérő, tehát egy foltos hajhullás, vagy egy teljes diffúz, az meg általában szervi oka van. Ha a hajhullás szervi okokra vezethető vissza, akkor természetesen az adott szerv kezelésével és gyógyításával lehet kezelni a problémát. Sokszor egy ártatlannak tűnő rossz fog okozhatja a gondot, de ha természetes hajvesztésről van szó, akkor lehet opció a műtét. A hajbeültetés egy aprólékos és viszonylag hosszú, de fájdalommentes beavatkozás. Egy átlagos műtét során 3-3500 hajhagymát vesznek ki az alany tarkó tájékából. Ezeket megtisztítják, majd egyszerűen visszaültetik a kívánt területre. Azok a hajhagymák, amik a fej hátsó részén találhatók, azok nem érzékenyek, vagy nincs receptoruk, ami kötné a tesztoszteronnak ezt a fajtáját, és ezért nem hullanak. Lássuk, hogy néz ki, vedd le a söpid. Megmutatom. Rendben van, abszolút. Van egy pár kis szőrtűszögyulladásod, az igen, is normális, attól nem kell megijedni. Nekem nem szabad hozzányúlnom semmit. Nem. Csak ilyen bőrtisztító kendővel. Attila bőre különösen érzékeny, ezért van még egy kis bőrpír a beültetett területen, de ez 1-2 hét múlva elmúlik. A következő hónapokban nála közel 7000 látható hajszállal lesz gazdagabb a most ritka terület. A Pécsi Nemzeti Színház társulatának tagja régóta kacérkodott a beültetés gondolatával, de az utolsó lökést egy filmsorozatban játszott szerep adta. Egészen pontosan az, hogy a kívánt karaktert nem játszhatta el. Kaptam volna a szerepet, amire azt mondták egy tévéfilm kapcsán, hogy túl nagy a homlok. És mondtam, hogy hát túl nagy, igen. De mondták, hogy ez nem esztétikus. És elkezdett csipkedődni ez a gondolat. Mindennel próbálkozott, hajnövesztő szertől kezdve a samponokon át mindennel, de ő a kívánt eredményt nem érte el. Felesége rábeszélésére szánta rá magát a műtétre. Nem mondanám azt, hogy fájdalmas, az első injekciók, az első pár injekció, ugye hajas fejből elég érzékeny terület, és az első pár fájdalommentesítő lidokai injekció, az egy kicsit ilyen, hát mondjuk úgy, hogy kellemetlen. Attilának ugyan az elkövetkező hónapokban még fokozottan kell figyelnie a fejbőrére, de ha minden utasítást betart, akkor a hatalmas hajkoronát igénylő szerepek is jó eséllyel fogják megtalálni. Meszes Balázs, a Punami Masszív együttes énekese már évekkel korábban átesett az első beavatkozáson. 2015. januárban kezdtük el felépíteni a nullából a valamit. Akkor már nagyon-nagyon régen túl voltam azon, hogy fájdalom a szívemnek, meg stb. Elhagytam a hajamat. Hát a donor terület volt meg itt hátul, amiből tudtunk dolgozni. Hát amit mondtuk, hogy a szerzetes frizura, ez itt, ez a terület, ez megvolt, és akkor konkrétan nulláról. Az első foton azon nagyon szépen látszik, hogy ez a... És hány beavatkozás kell ahhoz, hogy abból ezt az eredményt megkapjuk? Ez változó. A Balázs esetében mennyi? 3 volt Balázs esetében. A klinika vezetőjétől közben megtudtam, hogy mi férfiak bizony egyre bátrabbak vagyunk a kis fájdalommal járó műtéttel kapcsolatban. Bátorságra egyébként nekik is szükségük volt, hiszen nulla vállalkozói, de nagy szakmai tapasztalattal vártak bele a klinika létrehozásába. Ez egy nagy csapda a vállalkozások számára. Nagyon sok olyan cég van, akik egy remek ötletet nem tudtak sikerre vinni,
egyszerűen azért, mert hogy nem tudtak jól közlekedni, nem tudtak jól tájékozódni a különböző hitel lehetőségek között. Keresgéltünk azért egy darabig, és de végül eljutottunk egy olyan finanszírozó lehetőséghez, ami számunkra a lehető legjobb megoldást nyújtotta. A szakember szerint is ez az egyik kulcs. Keresni a legjobb megoldást és olyan pénzügyi partnert találni, aki a finanszírozás mellett mentori tevékenységet is el tud látni. Segít kiválasztani azt a hitelterméket, azt a finanszírozó partnert, aki az ő projektjéhez, az ő ötletéhez leginkább kompatibilis vagy a legjobban illeszkedő programot kínálja. Nagyon fontos az, hogy a vállalkozás tisztában legyen azzal, hogy mit vállal ezzel. Tisztában legyen azzal, hogy lehet olyan helyzet az életében, amikor nem hagyományos körülmények között, vagy egészen különleges körülmények között kell majd teljesítenie, és ezeket az élethelyzeteket is át kell tudja vészelni. Ági mester fodrász, és természetesen mindent tud, amit a hajról és annak hullásáról tudni lehet. Körülbelül 100-125 hajszál hullik ki egy nap alatt. Rövid hajnál, mondjuk itt a Petinek a hajánál észre se vennénk, hogy mondjuk kihullott 100 szálhaj, de hogyha megfogja és tükörbe belenéz, akkor már fogja látni, hogy igen, hogy kevesebb a haja, és itt is tapasztalhattuk, hogy megkopaszodott, és észre se vette gyakorlatilag. Téged zavart, amikor ezzel szembesültél? Engem mondom, annyira nem. Szerintem azért, mert hogy magas vagyok, vagy ha alacsonyabb lennék, akkor jobban zavarna. Így annyira nem. Azért, mert hogy akkor nem látják annyira? Így van. És hogy mit javasol, vagy inkább nem javasol a fodrász, ha ritkuló hajzattal találkozik? Valakinek egyébként úgy gondolja, hogy átfésülni a másik oldalra is jó lesz, de én ezt azért nem tanácsolnám. Én azt mondom, hogy inkább vágjuk rövidebbre, vágjunk valami sportosabb frizurát, valami vagányabbat. Ahogy korábban említettem, Balázshoz még visszatérünk. Nála ugyanis egy amolyan optikai turbózást végeznek. Egészen pontosan betetoválják a fejtetőt, hogy a hajzat dúsabbnak hasson. Ez egy nagyon kis tű, ami nagyon felületesen kis pontokat hagy a fejbőrön. Alapvetően úgy kell elképzelni, mintha egy nullás géppel le lenne nyírva a Balázs haja, és azt a kis meglévő hajas területet ide átmásolnám. Balázs haja tényleg elképesztően dús hatású lett, és az is marad, hogyha vigyáz rá. Fontos azonban, hogy elfogadjuk és megértsük, hogy ez már, mint a kopaszodás sajnos, az esetek jelentős részében természetes folyamat, a genetika. Ha azonban hirtelen kezd hullani, vagy foltokban ritkul a haj, mindenképpen forduljunk szakorvoshoz, mert az egészségügyi problémákra utalhat.